בסקר או ראש טוב. נושא הקשר בין ייחוד להפצה, נקרא את הקטע הראשון, הוא מתוך תלמוד 10 הספירות, חלק ט' אור פנימי. אוקיי, אז egység és a terjesztés között akarnak olvasni valamit, a 10 szférából akarnak először olvasni valamit, or pnimi. אין שום אפשרות להשלמת העשר ספירות שבפרצוף העליון. Nincsen más lehetőség, mint az, hogy teljesítik a 10 szférát a felső parcukban, kivéve, mint hogyha az alsó segít a man emelésével tud megtenni ezt. Mivel az alsó az, aki fenntartja a felsőnek az ahapját és az ő pozícióját, ami azt jelenti, hogy a felsőnek nincs semmi másra, mint Gálgátevi Náimja. És ez az ahap, ami nyilvánvalóan a hátulját mutatja, a binát és a zont, a nehinek, és amikor a parcúfból hiányzik a nehi edények, így hiányzik a gár része és a fény megszerzésére. És világosan látható lesz, hogy ameddig az alsó nem emel mánt a felsőhöz, a felső katnót kicsinség állapotában marad a gár kitöltése nélkül. Világos, mondja rá. Van erről kérdés? אין שום אפשרות להשלמת העשר ספירות שבפרצוף העליון. Tehát nincs más lehetőség, mint a 10 szfirát teljesíteni a felső parcufnak, csak hogyha az alsó segít neki a man emelésével, mivel az alsó tartja fenn az alsónak az alapját, az a megfelelő pozícióban, azt jelenti, hogy a felsőnek semmilyen nincs, mint a Gálgát, vagy Náimja kitöltve fényjel, és az alapja, az, ami az ő hátulja, a bina és a zon és a nehi, azok üresen maradnak. Tehát a parcuf elveszte a nehi edényeinek a használatát, és azért elveszíti a gárd részének a fényjel kitöltését. És világosan kell látni, hogy amíg az alsó nem emel mánt a felsőhöz, a felsőnek katnót állapotában kell lenni a gár rész nélkül. Ez világos, hogy nem? Hogyha a felsőnek csak a gágát, vagy nem, mi van kitöltve, és az ahapja az üres, mert nincsen szűrője, ugye nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy nincsen hiánya, és katnót állapotában van, akkor ez mindenképpen egy állandó állapotnak tekintető addig, amíg nem jön a man. Viszont, hogyha az alsó a takton mant emel, imád, akkor ez a man eljut a felsőhöz, és a felső az alsó kérésre kitölti az ahapját, a saját ahapját, és így ad az alsónak majd fény. Oké, na de mindig az a felsőnek az alapja. Arról van szó. Itt a feltárt haszadim van előtte, ott vagy mi van ott? Ezt nem tudom, hogy nem. No, se virva. Mi a jelentése annak, hogy az alsó megtartja a felsőt a saját pozíciójában? Na, nem hallom, mit mondtok, mert rándalan rángatjátok a mikrofont. Tehát még egyszer is, hogy tedd meg? Már mit olvastunk, mit jelent az, hogy... Nem, hát nagyon egyszerű. Értsétek, hogy mi történik. Tehát az alsó tartja meg a felsőtnek az alapját a saját pozíciába. Mit jelent ez? Hát minden az alsótól, a taktontól függ. Abban a mértékben, ami a takton az alsó felébred, tudja felébreszteni a felsőnek az alapját. Na jó, de akkor érzi a felsőnek az alapját az alsó? Igen. Valószínűleg igen. Ezt olyan módon érzi, hogy a sötét. Tehát azt érzed, hogy a felső ráadászkedett sötét van. És emiatt elkezdesz felébredni. Miért? Mivel látod, hogy a felső, mint a sötét lenne, és csak ez adja meg neked azt, hogy hogyan tudod aktiválni önmagad. Következő. Ahogy a bölcseink mondják, hogy soha nem tud felemelni mély nukvint, az a mant, kivéve akkor, amikor valóban mindenki, amikor a barátok nem kapcsolnak össze, és mindenki, aki alacsony tekinti magát az alsó a barátainál, tud imát emelni a barátaiért. És ez az ahap, ami a felső rész, ezt hívjuk mannak, mert ez el van törölve, és a felső szintnek, le van válasz a felső szintre az egyének törése miatt. Ez azt jelenti, hogy a
a felsőnek az alapja lezuhan az alsónak az Gálgátai lányba, és ilyen módon az alsó fogja megszabni, mi történik a felsőnek az alapjával. És itt van egy kérdés akkor, hogy mi fogja felé, hogy ébreszti fel a felsőnek az alapja az alsónak a taktonnak a Gálgátáját. De nyilván ennek a túlkerülés az alsótól függ. És ennek eredményeképpen olvassák tovább. Csak akkor fog visszatérni a felső, hogyha imád emelt, és így tartja meg a felsőt a saját pozíciájában. Tehát amikor az alsó imád emel, akkor egy kérést emel a felső, hogy növekedni tudjon. Tovább olvasnak, mivel nem az összes szikra és edény formálódik meg ilyen módon, a felső párcofok az acilutból szintén hiányt szenvednek a teljes kitöltésben, és nyilvánvalóan így meg kell találnunk a végső aspektusát a biának, és mindenféle forrását kell látniuk a felső erőnek, és már tudjuk azt, hogy ez a hátusó része, amit a felsőből lát az alsó, ez pontosan azok a szfírák, amelyek hiányoznak a felső partufokból, nincsen kitöltésük, és hiányzik velük a permanent mohin, az állandó mohin, az állandó fény. És nyilvánvalóan a Nikudin világában ez másképp működik, hiszen a keternek a 10 szfírája minden egyes parcukban, az csak 9 szfíra marad, mert a 10. szfíra az állandóan hiányozni fog, amíg az alsó nem emel imád. És ilyen módon ez egészen a biától, a bia világaitól a klipáig így van. Miért ezt választottad, nem tudom, mert ez nehéz ám mondjara. Ezt így látni. Tehát, hogy elmagyarázzuk az alsó és a felső közötti viszonyokat, milyen mértékben, tehát ez a hátsó rész, ez valóban a szféráknak lesz. Tehát, ha nem megyünk kiterjeszteni, akkor nyilván azért választok ezt, mert akkor nem megyünk. Oké, na de ki tud ehhez kapcsolódni? Kikapcsolja össze szerintem az agyában a terjesztés, meg ezt, hogy most elolvastatok a 10 szféra tanulmányát. Nagyon nehéz, magyarul. Igen, de mi szerettük volna, ha megértük, hogy a terjesztés már bele van írva. Nem, mi azért választottuk ezt, mondja Jani. Ez rendben van, amit mondasz, ez helyes, magyarul. Tehát végezetül az igaz, amit mondasz, csak egy világos kapcsolatot kell látnunk arról, amiről ez a kiválasztott rész beszél. Mi szeretnénk párhuzamosan két lábon járni, mondja Jakoka, és hogy megkapjuk a képességet arra, hogy terjesszünk is, meg kapcsolatban is legyünk egymással. Tehát nyilvánvalóan ne csak egyikkel foglalkozunk, hanem egy belső mintázatban. Tehát, hogy egymástól ezek milyen függésben vannak, hogyan tudják stabilizálni egymással ezt a kettőt, hogy tudjuk összehozni. Tehát ezért is volt fontos, hogy megpróbáljuk megmutatni az embereknek az egész lecke során, hogy lehet ezeket összekapcsolni. Tehát mi az egységből indultunk, mondják okkal, hogy tehát a második része pedig a leckének, az pontosan arról, ami most vagyunk keresztül, az az egység és a terjesztés, hogy ezeket össze tudjuk kapcsolni a tízes körökkel. A Gálgát, vagy nem is az Ahab, természetesen. Szépen. No. Jó, mondja Rav. Folytassátok. Tehát a Prihahamból lesz egy részlet, egy másik cikkből, hogy az, aki visszautasítja a tömegeket. Írva van, hogy abban a mértékben, amennyire... Tehát annak a területen megfelelően, amit az ember amennyire az ember használja az edénynek a kapacitását arra, hogy megnövelje ezt a hiányt a tömegek hiányával, ezzel a mértékben fogja megkapni a fényt is. Tehát ezért nem lehet visszautasítani a tömegeket, mert gyakorlatilag csak a saját személyes hiányunkat érezzük. Az nagyon kicsi kapacitás a bőségre, és nem is fog megnőni soha, csak a saját hiányunkkal próbálunk kitöltést kapni. Ezért nem vagyunk képesek a kollektívnek a feltárulását megkapni, mert csak akkor lehetséges, hogy összekapcsolódunk a tömegekkel. Tehát föl kell készíteni az edényt arra, hogy a
Tehát nyilvánvalóan ne csak a saját személyes mértéknek megfelelő vágyat tudjunk a teremtőhöz vinni. Ezért érezni kell a tömegnek a szomorúságát, minden problémát, úgy, mintha azok a mi személyes problémák lennének, és ilyen módon elérjük a teljes mértékben a sinának a helyét, azaz Izrael teljességét. Mivel az ő hiányuk az a kollektív hiány. Ezért a bőségnek a kiterjedése és a kollektíva kiterjedése. És itt megérthetjük, hogy az igazaknak nincsen pihenés. Pihenőidejük, mivel megnyugvásuk, mivel a bőség az áldás, és annak a hiánynak megfelel, ami az igazakra sóvárog, ugyanabban a mértékben nem többé és nem kevésbé kell az igazaknak állandóan megpróbálni elmélyíteni a saját hiányukat és kiszélesíteni a tömegek hiányával. Mivel az, aki a tömegek felé adakozik, annak nincsen behatárolsága, csak aznak van behatárolsága, aki megszerez. És ebből kifolyólag az egész életünket az egyre nagyobb sóvárgás felé kell folytani, az egyre teljesebb vágyba, az egyre nagyobb edény megszerzésének annak érdekében, hogy örömet okozunk a teremtőnek. Sílo, tanyalo, de kérdés, mondja Rav, nem tudom. Ez helyes, amit mondtok, amivel le van írva, helyes. Tehát nekünk kell terjesztenünk az edényünket. El kell nyílni a külső vágyat, amely csak lehetséges, mert ezáltal tudjuk felemelni a saját edényünket a teremtőhöz. Nincs több kérdés. Akkor most énekeljünk egyet. Tehát van a gálgáta, nem is az a hab. Ez az egyik a gálgáta, a bína, ami az a hab pedig az ozem hozzá pech. Tehát hol... Ez nagyon jó kérdés, amit kérdeztem, hogy nem értettem, hogy mit mondott egyébként, valamit viccelt vele. Tehát... Ugye a nyilván érzelmileg a legközelebbi érintést azt tudja hozzá tenni, aki igazán közel áll hozzá. Tehát az Ahab rész, ugye, amelyik a pechtől lefele van, mondja. Ez adja meg gyakorlatilag az érzékelését annak, hogy az alsót meg tudja ragadni a felső. Tehát ha megnézitek a kisgyerekeket, ezek állandóan a szájukban van a kezük. Ugye azért, mert érzik, hogy az áprészt hozzá kell kapcsolni, ugye a testet hozzá kell kapcsolni a szájat. Oké, akkor... És akkor én megyek, és akkor ti pedig folytatjátok. Most nem teljesen értem, mi történik, már rég vége kell legyenek a leckének. Tehát mi a kapcsolat a tízes körben való továbblépés és a külső terjesztés között a napi életünkben? Én nem tudom, mondja Rav. Ezek a viszonyok, amiről... Tehát még egyszer mondom nektek, hogyha mi a tízes körökön keresztül, a kongresszuson keresztül, a férfi kongresszuson keresztül, ami most előttünk áll, két héten belül. Tehát, hogyha mi nem érjük el azt az állapotot, amely végezetül az egész közösségünk számára ilyen felemelő erőt ad, ami a csoportunknak, az izraeli csoportoknak megadja ezt az erőt, ha mi nem érjük el egy bizonyos szintű kapcsolatot, amely az Izrael számára történő terjesztésnek az alapját jelenti, mert hogyha nincs kapcsolatunk, nincs mit terjeszteni.
Tehát nem a papírokat kell terjeszteni, a kapcsolatunkat kell terjeszteni. Az újságok azok semmit nem jelentenek önmagában. Tehát a belső erőt kell terjeszteni. Hogyha mi nem jutunk el oda, hogy mi kiépítsük ezeket a belső erőket, a valódi kapcsolatokat a csoportomon keresztül az izraeli közösségekkel, akkor nem megyünk el egy métert se, spirituálisan mondjam. Ez egyszerűen így működik. Tehát a kapcsolatban ez így működik. És ezért nekünk arra van szükségünk, hogy minden egyes helyen megpróbáljunk gondoskodni arról, hogy hogy a nők és a férfiak között is megtörténnek ezek a dolgok. Ezek elkerülhetetlenül figyelnünk kell erre. Tehát, hogyha mi megpróbálunk elérni bármit, akkor minden bele van foglaltatva mindenbe. Tehát látnunk kell, hogy már semmi nem egy ember számlájára, sőt egyetlen tízes kör számlájára sem. Tehát mindenkinek, amire csak lehetséges, a közös dolgok felé kell elfordulni, és össze kell kapcsolódnunk, és meg kell tartanunk a kapcsolatot. Ennek hatalmas összekapcsolt edényé kell válnia, még akkor is, hogyha a legkisebb szinten történik ez meg, de valamilyen módon kölcsönös, viszonossági kapcsolatot kell kiépíteni. Igen, de az helyes, ami arról beszélünk, hogy hogy a tízes körben, ha megfelel az egységünk, akkor jobban tudunk terjeszteni? Hát hogy ne lenne? Ez abszolút igaz. Tehát, hogyha nincs kapcsolatunk, nincs erőnk terjeszteni. Oké, de a gyakorlatban igaz az, hogy a tízes kör kimegy, és úgy terjesztenek. Van értelme, hogy egyszer ide eljussunk? Rav, nézzétek, mi egyfajta tehát, ha mondjuk van néhány ember a tízes körben, akik értenek a komputerhez, vagy a szoftverekhez, van, aki pedig máson képes dolgozni, nem tudom. Tehát kimegy terjeszteni a tízes körben, akkor jó, ha így teszitek, de ha lehetséges, igen, akkor igaz. Akkor magától értető, hogy menjen a tízes kör dolgozni. Azonban nyilvánvalóan mindenki a szakmára megfelelően tud legjobban terjeszteni, tehát azért azt is látni kell, hogy mihez értetek. Én pillanatilag nem érzem, mondja Rav, hogy egy szándékban tudnánk lenni, hogy valóban a legnagyobb hozzáadást adjuk a közösségünkhöz, és minden meg tudjunk tenni, amit meg kell tennünk ilyen értelemben. Tehát a világból kell mintákat kapnunk, tehát hogy az embernek a belső erejét kell megmozdítani a terjesztés érdekében, és megtenni a dolgokat, hogy valóban sikeresek lehessünk. Én nem érzem, de látom azt, hogy emberek visszajönnek esténként a munka után. És ugye, és végig kell gondolunk, hogy tudjuk itt őket megerősíteni a cél fontosságában. Tehát most mindenki magáért felelős, hogy a nap végén hogy akar visszajön, vagy nem jön, és hogy mi a végeredmény a napnak. Oké, fiúk, akkor. Tehát ön azt mondta, hogy nekünk el kell jutnunk egy olyan állapotba, ahol valóban igazi közösségé válunk. Hát, hogyha nem ezt teszitek, mondja Rav, akkor hogy terjesztenétek Izraelnek, Izrael nemzetének? Nyilván nektek fontos a közösség. Egy emberként, egy szívekkel összekapcsolódtok, egy családként, oké? Nektek ezt az erőt kell terjeszteni, és az tény, hogy ezt meg kell tennetek. Meg tudjátok tenni, ez egy nagy kérdés, mondja Rav. Tehát az nem belső erő, hogy kinyomtattok könyveket. Mi az ön álma? Tehát amikor látja, hogy mi történik itt, akkor hogy
Mire gondol ön? Mit akar látni? Merre menjen ez a hatalmas közösség, a binévalók? Hogy közössége váljatok. Ami azt jelenti, hogy emberek egymás között összekapcsolódnak, egy módszer, egy cél mentén, egy terv mentén, hogy minden felnőttek, gyerekek, nők, egy testként. És ez az egység, az, amit terjeszteni kell. Tehát ha kimegyünk, akkor ezt látsák az emberek. Tehát, hogy nem adtok át egységerőt az embereknek, akkor semmit nem értetek el. Tehát, akkor mi itt a munka, amit mindenkinek el kell végezni, annak érdekében, hogy ezt felépítsük? Nekünk a kapcsolatra kell gondolni, mondjam. Tehát amikor mi összekapcsolódunk, akkor mindenkinek látnia kell, hogy mintha egy injekciót kapott volna, egy belső erőt kapott volna, és emlékezzetek el, hogy mi történik, és kutatnotok kell, és meg kell értenetek, fel kell ébresztenetek ezeket az erőket, különben nem tudtok egymás előre haladni. Tehát több millió embert kell megérinteni. És most meg megérintettek a 0.5%-ot. De nyilvánvalóan a mi terjesztésünkben nem mennyiségi erő van egyelőre. Oké, de akkor most nincsen még az egység ereje egyáltalán bennük. Na, az eredmény fogja ezt megmutatni. Az eredmény. Tehát nyilván be kell gyújtani a tüzet, és akkor meglátjuk. De hol találjuk meg ezt az erőt akkor? A kapcsolatban, mondja Rab. A csoporton belül, ha mindenki ezt a hiányt fogja stimulálni a többiekben, meg a külső világban, amiben megyünk terjeszteni, akkor sikeresek lehessünk. Ez rajtatok múlik, mert ilyen értelemben különlegesek vagytok. Ki vagytok választva. Ezen a módon fog ez megtörténni, mondja Rab. Mi azt tanuljuk öntől, hogy az oktatás, tehát tanítani kell az embereket, és nyilvánvalóan az oktatás pedig a példákból jön, a személyes példából. Én ezt tanultam öntől. Tehát nyilván a személyes oktatás adja meg a személyes példán keresztül, hogy merre menjenek az emberek. Akkor egy példa közösségi kell válnunk a családoknak. Nem hiszem, hogy csak jó lenne, ha ezt meg tudnánk adni, de nyilvánvalóan köztünk kell, hogy kialakuljon valamilyen mértékben ez az egység, és ezt kell átadni az embereknek. Ezt kell megmutatni, hogy mi képesek vagyunk erre. Az a tény, hogy mi elérjük azt a pillanatot, hogy egy bizonyos kapcsolatban vagyunk egymással, ott láthatjuk meg, hogy az emberek mennyire kapnak tőlünk benyomásokat. Mennyire akarják érteni, amit mi elmondunk. Miután mi... Nekünk van egy ilyen vonzó erő. Tehát nyilvánvalóan nekünk van egy ilyen csoportunk. Ez rendben mondta, ha nem tudjuk megmutatni az erőt, akkor azt mondja, csak hogy jó fiúk ezek, de sem értem, amit csinálnak. Oké, a kérdés, szerintem az mondja a srác, hogy nekünk gyakorlati eszközöket kell adni az embereknek. Hogy kell élni. Persze. Hát nektek kell megszervezni őket, kurzusokat kell tartani, nektek arra van szükségetek, hogy megtanítsátok őket. Oké, de akkor ugyanazokban a körökben dolgozunk, akkor nyilvánvalóan akkor mindenképpen mintát kell adni nekik. Tehát van köröket kell építeni, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát nyilván mindenféle csoport dolgokat kell csinálni együtt. Tehát nyilván valóan nekünk példaként kell szolgálni mindenkinek, oké. De ha én önre nézek, akkor látom, hogy ő mennyire odarakja önmagát, tehát hogy hogyan tud... Tehát, hogyha én elmegyek az emberekhez tanítani, hogy hogyan lehet otthon az otthon életüket
hogyan kell otthon élni az életet. Honnan vegyek példát? Tehát például nekem ön egy példám. Nem. A család élet az másképp működik. Tehát nyilvánvalóan itt van egy közösség, ahol mindenki elkezd összekapcsolódni egymás között, és egy kölcsönös célban tudunk lenni, és érezhetjük a belső erőt. Tehát nyilvánvalóan ezeket a felső fény építik itt. Tegnap ön azt mondta, hogy a család az egyetlen, ami meg tud bennünket menteni. Mire gondolt ön itt? Nem tudom, hogy te mire gondolsz most, mondjuk a tízes kör feltárulásával. Tehát mi ez a forma? Tehát, hogy a tízes valóban úgy működik, mint egy család. Hogy lehet ezt kialakítani? Nyilván ez a terjesztésben indul meg, tehát nekünk a családból kell... Tehát, hogy ugyanazt érezzük egymás iránt, mint a családban az emberek. Amikor mi összekapcsolódunk... Fiúk, mondja... Mi... Oké, tehát akkor a barátok elmennek terjeszteni, aztán valaki eljön az esti leckére, teszt tanulni, mert mindenkinek, nincs meg mindenkinek a lehetőség, hogy terjesszen. Nem tudom, Mirovics azt kell megkérdezni meg a többieket, hogy... Oké, tehát... Tehát a kérdés az, hogy a viszony azok között, akik jönnek tanulni esténként, ugyanakkor pedig valaki terjeszt. Mi hogy kell ezek között kapcsolatot teremteni? Így van. Tehát nekünk nincs mit más tenni. Tehát akinek nincsen mit terjeszteni valója, az jöjjön el, és leckére jöjjön. Tehát nyilvánvalóan, hogyha pedig tudtok terjeszteni, akkor menjetek és terjesztetek. A legfontosabb dolog az hogy a legnagyobb dolgot tegyetek meg, ami a korrekcióhoz kell, lesz pedig a terjesztés. Tehát már beszéltünk erről. Tehát van, akik elmennek terjesztem, akik nem. De hát ilyen szempontból ez irreleváns, hogy ki hol van. Ami fontos, hogy amit csinálsz, az milyen szándékkal csinálja, és a maximális oldat teszélje magát. Ima televízió, ima rádió, ima kol mene dvarim. Tehát, ha megnéztek a tévét, a rádiót, mindenféle dolgot, ami működik, akkor láthatjátok, hogy minden ilyen eszközünk, ami van, az egy számításra irányul, és mindig azt kell végig gondolni, hogy mi a legjobb a végső kapcsolat elérés érdekében. Ennyi. Tehát, ha én itt ülök, mondja rá, mondjuk 5 diákkal, az se baj, mert az összes többi ember terjeszt, akkor tudom. Tehát munkát végeznek, és felelősek, hogy végrehajtsák a munkájukat, és hogy valóban a legjobb szándéka végezik, amit végeznek. És akkor ebből egy hatalmas előnye lesz az egész közösségnek. Nincs ezzel semmi baj. Tehát mindenki... A saját bírája kell, hogy legyen, hogy itt ül, vagy terjeszt. Honnan tudja a közösségnek a maximális erőnyt biztosítani? Na de hogyan kapcsoljuk össze a két rendszert egyé? Milyen rendszer? Hát a szándékot kell összekapcsolni, a szándék. Tehát mindenki a saját szándékai szerint menjen előre. Tehát azok, akik éppen... Akik éppen
terjesztenek, a másik pedig az, hogy itt vannak. Hát az mit számít, mi a különbség, ha mindenki a saját szándékainak és lehetőségek megfelelően a maximumot nyújtja? Tehát, hogy a testek hol vannak, hogy itt ülnek, vagy Tel Avivban, vagy terjesztenek, az ilyen szempontból mindegy. A különbség az az, hogy milyen szándékkal van. Itt vagy ott? Én nem látok különbséget, mondja. De hát, amit én mondok, mondja Jani, hogy pontosan azok, akik elmennek tanulni, azok, mint a kettős munkát végeznének, hiszen egyrészt tanulnak, és támogatják a kívülállókat. Tehát hogyan tudjuk ezt összekapcsolni, hogy minden egyetlen homogén és homogén egység legyen? Hát minden egy, a szándék az, ami fontos. Tehát ez kapcsolja össze az embert a teremtővel, a szándék.